Az is probléma, hogyha nem eszünk változatosan. Vajon mit jelent ez, hogy nem eszünk változatosan? Hogy mindig ugyanazt eszünk. Nagyon ügyes voltál. Illetve, ha nem eszünk zöldséget, teljes értékű gabonát, gyümölcsöket a szükséges mennyiségben. Bonyhádon, a Széchenyi Általános Iskolában a gyerekek az egészséghét programjai után ezt már álmukból felébredve is tudják. Most az iskolai védőnő tart előadást a megfelelő táplálkozási szokásokról a tanulóknak. Az egészséghétnek az iskolában már több éves hagyománya van, elindítója Szabóné Böte Ilona pedagógus. Nagyon fontos és nagyon szeretik a gyerekek az egészséges ételeknek a készítését, tehát a szendvics készítő versenyt, a gyümölcssaláta készít, méz kóstolásunk az épp a mai nap folyamán lesz. Megismerkednek többfajta mézzel, Simon János méhész, aki segít nekünk ebbe a programba. Ostyalapokra csorgatva kóstolják a gyerekek a galagonya, repce, hárs, vegyes és akácmézet. Az aulában nagy a tolongás a mézes edények körül. Az évek során nekem tapasztalatom is van, hogy például olyan gyerek, akinek az anyukája azt mondta, hogy nem szereti a gyümölcsöket, itt amikor közösen elkészítették a gyümölcssalátát, akkor utána mondta az anyukája, mondta, hogy otthon is csináljanak ilyet, mert ő nagyon szívesen megeszi. A szendvics készítő versenyünkben meg az anyukák a gyerekekkel közösen készítenek, és nagyon kitesznek magukért, hogy olyan szendvicseket készítsenek, ami egészséges is, és nagyon szép, és a gyerekek nagy örömmel fogyasztják ilyenkor ezeket a ennivalókat. Az egészséghét keretében rajzpályázatot is hirdettek, de volt a szendvics készítő verseny, gyümölcslékóstolás és a reggeli torna is a tanulóknak szóló előadások mellett. Úgy veszem észre, hogy a szívesen segítenek a szülők. Most, hogy ez itt hagyomány, már szinte várják ezeket a programokat, és sokan már úgy készülnek, hogy már kinéznek az internetről dolgokat, hogy miben tudnának segíteni. Én ezúton is köszönöm a szülőknek a segítségét, mert nagyon mellénk állnak ebbe a programba. Kicsit mindig variálunk a programokon, főleg a gyerekeknek való tevékenységekbe, a játékokba, újításokat hozunk be. Régen készítettünk például zöldségszobrokat, és az éveken keresztül nagyon jól működött, de most aztán áttértünk erre a szendvics készítő versenyre, mert már annyira sok ötletet elhasználtak a szülők tulajdonképpen, hogy úgy gondoltuk, hogy térjünk át valami másra, valami kicsit hasznosabbra, ugyanis a szendvicseket a gyerekek utána közösen elfogyasztják, osztálykeretbe, barátokkal együtt. A zöldségszobrok meg gyönyörűek voltak, de hát ugye a végén akkor ki kellett dobni őket, és kicsit sajnáltuk őket, hogy azok a szép szobrok kikerültek. És hát ezért mondom, hogy próbálkozunk egy kicsit mindig valami más dologgal. Az egészséghetet a tervek szerint jövőre is megrendezik az iskolában.